Jó reggel. Hello, Six. Cső. Milyen ilyenkor kelni? Nagyon jó, felemelő. Mennyire vagy késésben? Eléggé. Okay. Tehát néhány perc van ahhoz képest, amikorra már oda kéne érni. Most, amit ma fogunk forgatni, ami miatt lógnom kell, remélem azért nem reggel 6-tól éjfélig egy madzagról. Lógni fogsz egy madzagról? Lógni fogok és így jójózni. Haló? Tökre reggelt, ott szűtött kék busz vár téged nagyon, és köztük mi is, merre jársz? A GPS tanúsága szerint a félúton messze túl vagyunk 3,6 kilométernyire, vagy 4 percre. Mind a kettőnek van egy csúcs szopás, az enyém ez a jó-jó. A karotta personál szopása az egy DVD takokkal megtöltött medencében történő úszás, teljes búvárszedben. Most ugyanez sosem lesz kimondva sehol, de most mi Skandináviában vagyunk. Ez a háttérmunkásokon, a mérnökökön látszik, hogy csupa ilyen skandináv figura van benne, és ez itt egy skandináv hangár, ahol egy ilyen kis kísérleti kiskocsival viszik őt a teszthelyszínre, a szélcsatornához. A neve ennek az intézetnek ez a Szepola Kipokjola Tutkimus Vajtos, ha jól ejtem? Igen, az első három az, első háromból az egyik egy személynév. Másik kettő keresztnév, és a Tutkimus Laktos, az pedig kutatóintézet. Én egy svéd tudós vagyok, azt még nem tudom pontosan, hogy mit fogunk mérni és hogyan, de ez a feladatom. Szöveges szerepet nem lesz ebben a filmben? Nem. Aha. Én csak ilyen kellék vagyok. Én vagyok egy északi tudós, és csinálom valami kísérletet, nem is tudom, hogy milyen, de... kísérletet végzünk magyarokkal. Veszélyesnek tűnik. Vi följde alla föreskrifter och du vet att sånt här som man får räkna med om man ställer upp i sån här experiment. Ugye ahhoz, hogy valaki elhagyja a földet és fölmenjen a levegő égbe, ahhoz valami ellensúlynak a levegő égből le kell jönni a földre praktikusan. Igen. És ez nyilván egy másik ember, hiszen a legkönnyebb ballaszt az egy nagyjából azon a súlyú ember, akire rá lehet rakni ilyen ólommellényt, vagy különböző, tehát ki lehet balanszírozni. Van egy ballasztja. És van egy ember, akinek az a foglalkozás, hogy jó napot, jó nap, Winkler Robert ballasztja vagyok, örülök, hogy megismerkedhetünk. Jelenleg az alapcsomagon vagyok az internet előfizetéssel kapcsolatban. Sőt, azt hiszem nem fizettem be a számlámat, mert lemaradtam ott meg. Azt állapítottam meg a szépítkezés periódus alatt, hogy az összes az embernek az egyenruhájára ragasztott ilyen kis vállapocska, meg rangjelzés imitáció, az egy férfinak 22%-kal megemeli a tesztoszteron szintjét. Ez egy ilyen hold rakéta. Ja, értem. Azért próbál megfejteni. Hát ez Szepolakti Pokjola Tutkimus Laitos. Aha. Intézet. Nem a különböző tevékenységi köre. Ma kiderül, hogy fizikailag lehetséges-e DVD-ben úszni. Igazából nektek az lett volna a tökéletes nyitókép, amit még 3 perccel ezelőtt, amikor a szomorú búvár elkeseredetten majszolt a élete utolsó szárazföldön elfogyasztott tejbögrízét. Igazából nem szomorú a búvár, hanem egy kicsi rezignált. Ugyanis aki nem viselt még búvárruhát, főleg nem tartózkodott benne húzamosabb időn át szárazföldön, az nem tudja, hogy ez többé-kevésbé a legkellemetlenebb dolog, ami így ruhaviselés szempontjából elképzelhető. Nekem voltam az én áldozatot, amit a forgatás oltárán hoztam. Mi az, Matyi? Kicsit aggódom, és nézd, egy hatalmas vérző, egy fekélyes kelemény keletkezett. És ott is. Ott is, és itt is. Legközelebb a pancsolás is kaszkadőrrel csinált. Igen. Ezt. Tudunk közszolgálati tanulságot is levonni, amennyiben ő otthon
Gondolkodott már azon, hogy a fürdőkádjába DVD-lemezt okokat töltsen, és azok között pancsoljon, ne tegye, nagyon veszélyes. Tiszta szerencse, hogy 150 000 dollárra biztosítottam. Ezt a részt itt volt.